Hát mindig, minden mérkőzés után nem könnyű megszólalni, főleg, hogyha az a csapata az embernek így játszik, és mégis pont nélkül marad. Nagyon sajnálom a játékosokat, de közben kicsit gondolom is őket, mert fel kell fogni, hogy olyan csapatokkal játszunk most már ebbe az osztályba, akik a kevés, szinte semmi helyzetből is tudnak gólokat rúgni, nem úgy, hogy mi ajándékozunk nekik kínálkozó lehetőségeket. Mi rúgtunk egy nagyon szép gólt, rengeteget tettünk azért, hogy ezt a meccset döntetlenre mentsük, de teljesen lehetett látni a mérkőzésnek az elején főleg. A végén ezt már próbáltuk azért eltüntetni, hogy egy nagyon szerencsés csapattal játszunk, akinek szinte most minden bejön, azért is tartanak ott, ahol tartanak, hogy tudtak 7-ből 7-et nyerni. Mi pedig egy igen negatív periódusban vagyunk, amíg ebből a dologból ki nem tudjuk rángatni magunkat, és ez minden játékosnak a felelőssége, hogy saját magát ki kell rángassa belőle, ezt én nem tudom. Akkor leszünk ilyen szerencsés vesztesek, vagy szerencsétlen vesztesek, de én ezt nagyon nem szeretem, sokkal több van a csapatban, keményen melózni fogunk most ezekben a hetekben, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb meg fog fordulni a szerencsefaktor, és mi fogunk kijönni ilyen meccsekből győztesen.